Mikor és hol tanultad a szakmát? Hát úgy tanultam meg ezt a szakmát, Németországba értem, és vettem egy piacon egy tegerűt, szétszettem, és magamtól álltam neki. Megnéztem, hogy néz ki belülről, és elkezdtem életen is. Vettem fel a célszámot, és így álltam neki. Érted? Mennyi ideig tartott, amíg elsajátítottad? Hát kellett kis idő. 3-4 év kellett, mire olyan tudtam csinálni, amit el tudtam adni. És mennyi idő még elkészítesz egy hangszert? Hát most már megcsinálok egy cellót, megcsinálok egy hónap alatt. Körülbelül egy hónap. Milyen alapanyja gokkal dolgozol? Hát legyen jó száraz fa, szép csikos fák. Ilyenekből dolgozok. Minél szárazabb a fa, annál jobb. Melyik az a legjobb fa? Melyik a legjobb fa? Hát ez a jávorfából dolgozok legtöbbet. Tehát azt meg kell. Szóval ahhoz, hogy megállapítsam, hogy jó fát, jó hangszert csináljak, ahhoz kell készítenem egy hangszert, hogy utána meg tudjam állapítani, hogy jó a fa, vagy nem jó a fa. Megkopogtatom. Ez nehéz, tudod. Mikor száraz? Mikor száraz, de akkor sem, nem biztos, hogy olyan a fa. Nem biztos, az ez nehéz. Akkor jövök rá igazából, amikor elkészítem a hangszert, hogy jó szó, vagy nem jó szó, akkor jövök rá. Elkészül egy hangszert. Honnan valók az alapanyagok? Legtöbbször Romániából veszem a fákat, a fenyőfákat, hát juharfát, ilyen jávorfákat, meg itt is találok Magyarországon. De legtöbbet Romániából veszem. Mennyi hangszert készítettél? Mennyi? Mennyi hangszert készítettem el idáig? 100-nál többet biztos. 100? Mióta csinálom, 20 éve csinálom. Na 100-nál több hangszert készítettem. Melyik ez a hangszer, amit elég szívesebben készítesz? Melyik az hangszer? Hát cellókat csinálok legtöbbet. Néha csinálok brácsot, ezt a kettő hangszert csinálok. Hegedűt csak rendelésekre csinálok, meg nagy bögőt is, amikor csinálok. Évente egyet-kettőt csinálok bögőt. Mitől hangszer a hangszer? Jó kérdés. Mitől hangszer a hangszer? Egy hangszer, attól hangszer kérlek szépen, hogy ezt már régiek kitalálták, hogy attól hangszer, hogy szépen szóljon, szép legyen, és szóval megfeleljen a követelményeknek, amit akar a zenész. Egy cellónak az a lényege, hogy nagyon szépen szóljon. Mindenki a legjobbat akarja csinálni. Én is. Azt hiszem néha sikerül is. Köszönöm szépen. Ennyi. S nem találom sehol sem a helyem, sej, ha.